Kezét csókolom, képviselő asszony, Jó Szél estét Bernadett, nem kívánok! csak országgyűlési képviselő, hanem az LMP társelnöke és pécsi illetőségű, tehát már is van két kérdés, nem csak Pakssal kapcsolatban, hanem már Pécsett elhangzott a miniszterelnök szájából, hogy napirenden kell tartani a halálbüntetés kérdését Magyarországon. Mi a véleménye erről az LMP-nek és személyesen önnek? Hát elég borzasztó, hogy miniszterelnök úr erre vetemedett, hogy ezt a témát előhozta. Én nagyon remélem, hogy viszonylag gyorsan abba fogja hagyni ezeknek a nézeteinek a hangoztatását, nem csak ő, hanem a Fidesz-KDNP-ben, főleg a Fideszben ugye azok a Hát képviselők, a akik KDNP nagyon nagyon régen. határozottan Így ellenzi van. ezt az ügyet. Így van, tehát én azt gondolom, hogy itt most a Fidesznek erről le kellene szállni erről Úgy a gondolja témáról. egyébként, hogy ez egy olyan téma, ahogy Lázár János is mondta, hogy itt erről elsősorban a vita generálása fontos, és nem pedig az az ötlet, hogy visszavezessék, vagy ne vezessék vissza, mert hogy erről szó sincs, de a vitát azt miért ne lehetne lefolytatni? Nézze, európai alapértékeink léteznek, ez az ország az Európai Uniónak a tagja, és egy alapfeltétel volt az, hogy egy ilyen rendszer nem működjön ebben az országban. Én azt gondolom, hogy miniszterelnök úr hatalmas hibát követett el, amikor ezt a nagyon provokatív témát felvetette, és miniszterelnök úr mostában nagyon sok hibát elkövet, amit azért elég sokan, és nem csak Magyarországon, de külföldön is problémásnak látunk. Hihetetlen stílust engedett meg magának a bevándorlókkal kapcsolatban is, a migránsokkal kapcsolatban is. Most ugye itt van a halálbüntetés Ezek nagyon témája. fontos Én azt európai gondolom, hogy problémák, ha képviselő asszony. miniszterelnök úr komolyan akarja venni ennek az országnak a dolgait, akkor beszéljen a dolgozói szegénységről, az oktatás helyzetéről, az egészségügy helyzetéről. Foglalkozunk olyan kérdésekkel, amivel érdemben előre tudunk lépni ebben az Ön országban. azt gondolja, hogy ezekről egyáltalán nem esik szó? Én azt gondolom, hogy holnap kiderül, hogy a dolgozói szegénység törvényjavaslat csomagunkról mit gondol a Fidesz-KDNP. Holnap fogja a bizottság tárgyalni, ha megszavazzák, akkor elhiszem például, hogy a május 1-i közleményben, amit leírtak, abban volt, amit komolyan gondoltak a Fidesz részéről. Hogyha ezt a javaslatcsomagot elutasítják, akkor viszont kiderül, hogy a Fidesz gyakorlatilag csak szóban próbál az emberek pártjára állni. Egyébként meg továbbra is azt a stílust viszi tovább, amit az elmúlt 4 évben látjuk, hogy hova vitte az országot. Meglátjuk, hogy holnap ebben az ügyben mi lesz. Paks. Ugye ön pécsi, tehát pontosan tudja azt is, hogy Pécs környékén volt egyedül Magyarországon uránbányászat. Ott vannak olyan kőzetek pillanatnyi tudásunk szerint, amelyek a Paksról elszállított alacsony vagy magas sugárzású hulladékanyagot képesek befogadni, és úgy elzárni, hogy soha többé ne szennyezzék a környezetet. Tehát ezért ezt mégiscsak meg kellene gondolni, hogy ezt az ügyet, ha már Magyarországon kell elhelyezni, akkor azon a környéken tegyék meg, vagy ez nem jó ötlet? Én szerintem tanulni kellene például a svédek vagy a japánok példájából, akik azt csinálták, hogy megkutatták a saját országukat, megnézték, hogy hol vannak alkalmas kőzetek, és utána egy társadalmi és gazdasági felmérést csináltak arról, hogy egyáltalán az ott élő közösségek mennyire tudnak együtt élni, vagy tudnának együtt élni egy rakás atomhulladékkal. Én felháborítónak tartom másfél azt. Másfél kilométer mélyen nem élünk együtt a Én azt gondolom, atomhulladékkal. Hogy a karsztvíz például az, ugye, hogy az uránbányászat kapcsán komolyan szennyeződött, és a mai napig fizetjük annak a kármentesítését, amit az uránbányászat Pécsek és környékének okozott. Ez nem kizárható például a nukleáris hulladék esetében is, ami azért annyival is speciálisabb, hogy itt több ezer évre előre kell gondolkodnunk. De én úgy tudom, hogy azért ebben az ügyben bodai lakosokkal történik egyeztetés, történt 10 éven amit keresztül, én és nagyon ők komolyan, szeretnék. amit én nagyon komolyan hiányolok, az a pécsiekkel történő egyeztetés. A Dunántúl lenne a városáról van szó, 8 kilométerre a város határtól lenne ez a bizonyos tároló, és most hangzott el Orbán Viktor pécsi látogatását követően Páva Zsolt polgármester úrtól, mert 2018-ban visszatér rá a pécsiekkel. Most ez azt jelenti, és ez egy nagyon fontos dolog egy nemzetgazdasági szempontból is, hogy 2013 és 2018 között 10 milliárd forintot elkívánnak költeni különböző kutatásokra a térségben, úgy, hogy utána simán előfordulhat az, hogy a pécsiek azt mondják, hogy köszönjük, de nem kérünk a radioaktív hulladékba. Ebben elképzelhető, hogy önnek igaza van, valóban, de azért azt tudhatjuk, hogy ott ez a bizonyos tároló, ez tulajdonképpen egy korábbi vágata az uránbányának, tehát gyakorlatilag eddig is sugárzó anyag volt benne, és másfél kilométer mélyen van a föld alatt. És azt ön tudja, hogy Pécsnek milyen hosszú távú városfejlesztési stratégiája van, mert én tudom, és ez a fenntarthatóságra épül. Pécsnek a jövőjét alapvetően az egyetemi város, a kutatás, az a páratlan környezet, ami van abban a városban és környékén, az kell, hogy meghatározza, ezt a stratégiát fogadta el a város. Mégis milyen hatással lenne erre egy radioaktív hulladéktároló? Semmiféle nem feladatom, hogy meggyőzzek bárkit, és csak felvetettem ezeket a lehetséges kérdéseket. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm a lehetőséget.